mangoricaállományunk van, ami teljesen saját. Tehát a kismalacnak a felnevelésétől kezdve az elkészítéséig minden egyes pont az a mi kezünk munkája. Az egyik különlegesség a termékeink között az a laskagomba csirával oltott nyárfarönk. Ezt ki lehet ültetni otthon a kertbe, és mindenki a otthoni körülmények között laskagombát tud termeszteni. A termékek, a zöldségek, gyümölcsök, meg néhány feldolgozott termék, az a Tisza mellől érkezik. Ez egy olyan összefogásnak az eredménye, ami lassan 20 éve formálódik. Van egy védjegyünk, ez az élő Tisza tájtermék, és az ehhez csatlakozott közel 60 termelőnek a termékeit forgalmazzuk budapesti piacokon. Én is őstermelő vagyok, nagykörűben cseresznyét, körtét, szamócát és sok egyéb apróságot termelünk. Nagyszerű ízek és nagyszerű termelők is várnak minket tehát a fővárosban, a Czakó utcai piacon. Ez a termelői piac nem csak hogy nem zárt be, hanem bővítette is a nyitvatartását. Meghosszabbítottuk gyakorlatilag a szombati piacunkat. Van egy kis termelői változás is, hogy azért a környék változatos termékekhez jusson hozzá. És gyakorlatilag ezért nyitunk minden szombaton, vasárnap is, és reggel 7-8-tól most már ugye 3-ig, hogy azért legyen lehetőségük az embereknek. Van egy ötvös domácműves végzettségem, meg mongol szakos diplomám. És akkor hogy jött így a sajtkészítés? Szerettem volna valami igazit csinálni, és ez olyan. Opusztaszerről érkeztünk. A Czakó piacon most vagyunk először. Más budapesti piacokra jártunk, részben bezárták őket, részben pedig újat is kell keresni folyamatosan, hogy bővítsük a vevőkört. Általánosságban minden termékünknek van egyes saját története, de az volt a célunk, hogy mi magunk is egészséges dolgokat tudjunk enni, és ezt is tudjuk kínálni a fogyasztóinknak. A termékeink között elsősorban lekvárok és szörpök szerepelnek, valamint vannak gyógyszirupjaink, csokoládés, gyümölcs krémjeink és zöldségkrémjeink ebben a pillanatban, fűszerek. És ugyan most élményszerzés céljából nem piacozhatunk, ám hogyha csak leszaladunk gyorsan bevásárolni a Czakó utcai piacra, és néhány szót váltunk vásárlás közben megfelelő távolságról a termelőkkel, már akkor is hihetetlen élményekkel és sok-sok finomsággal térhetünk haza.